ami eddig történt. A top 10 kedvenc filmem harmadik része. A tizedik az nem más, mint Rocktábor 1 és 2. Jöjjön a kilencedik, ami nem más, mint a Harry Potter filmek. A nyolcadik a Patty Jenkins által rendezett Wonder Woman. A hetedik, srácok, Dunkirk. Elérkeztünk talán a listámnak a olyanabb részéhez, amit lehetne köpködni és beszólni miatta. Nem másról beszélek, mint a... Nem másról beszélek, mint a Halálos Iramban franchise-ról, srácok. Hát igen, az a helyzet, hogy ha megnézzük az első 2-3 filmet, igen, az első 3 filmet, ha megnézzük, az teljes mértékben tényleg arról szól, hogy autóversenyzés, illegális dolgok, illegális melók, minden, aminek tök jó a hangulata, tök jó ilyen 2000-es évekbeli hangulata van. Aztán elérkezünk a 4-hez, ahol már nem feltétlen az autóversenyzés a központ, de egész jó irányba kezdtek el haladni ezzel a kicsit családosított, ezzel a kicsit családközpontú. Az a lényeg, hogy én nekem ezek közül a filmek közül leginkább ami tetszik, az ez a 4-től a 7. részig. Igaz, itt már nem feltétlen az autóversenyzésről szól minden, de az a sztori, amit elkezdtek csinálni, az nekem egészen tetszett, és pont akkorra voltam már olyan életkorban, hogy fölfogjam, hogy mi történik, és rá tudjak állni, és folyamatosan ezeket bámulni. Egyébként itt van nálam egy kis füzet, erre nézek le itt folyamatosan, és az a lényeg, hogy ugye ide fölírtam magamnak a 4., 5., 6. és 7. részt, amik a leginkább tetszettek, és úgy vannak sorba itt a filmek, hogy ami legjobban tetszett ezek közül az az 5. rész egyébként, a Riói rész, a 2. a 4. rész, a 3. a 6. és a 4. a 7. rész. Szóval én nálam így vannak szimpatizálási sorrendbe, ha van ilyen szó. Szóval igen, emiatt a franchise miatt lehet rám köpködni, az utóbbi részek egyáltalán nem tetszenek, amik most fognak történni és eddig történtek, tehát azokat én se szeretem, de ez a jó kis családos, autós hangulat, ez azért tetszik nekem a régebbi filmekből. Szóval ugorjunk, mert erről nagyon sokat pofáztam, menjünk is tovább az 5. helyre, ami nem más, mint a régi Pókember trilógia. Így van, ugyebár a Pókember 1, 2 és 3, amik 2002, 2004 és 2007-ben készültek, Sam Raimi által ugye ő rendezte mindhárom filmet, valamint Tobey Maguire volt a főszereplő mindháromban, bár mondjuk szerintem ezeket fölösleges elmondanom, mert azért ennyit biztos tud mindenki. Ezekről is lehetne sokat beszélni, hogy miért jó, miért nem jó. Sokan azt mondják, hogy a harmadik az már szörnyű, a második a legjobb, az első az meg az is jó. Én úgy vagyok vele, hogy én nekem mindhárom tetszik, és érdekes módon itt is azt tetszik nekem, amelyik mindenki a legrosszabbnak mondja. Szóval én nálam úgy vannak sorban a filmek, hogy a harmadik nálam az első helyet foglalja el, a második helyet, az első meg a harmadik helyet. Nem tudom, hogy miért, talán azért, mert 2007-ben voltam tényleg már akkora, hogy elkezdjem szeretni a pókembert, a szuperhősöket, minden fiú életében van egy ilyen korszak, és hát ő volt az első ilyen hős, akit úgy nagyon szerettem, és hát akkor pont láttam a harmadik részt, még kazettán, meg az előző részeket, és itthon néztük anyukámmal, még kazettán, és nagyon megtetszett, és igen, lehet mondani, hogy sok baki van benne, a csodálatos pókember sokkal jobb, a jelenlegi pókember is sokkal jobb, de én nekem akkor is a régi, jó öreg Tobey Maguire tetszik a legjobban. Tudom, sok hiba van bennük, ahogyan növök és ahogyan újra-újra nézegetem a filmeket, én is rájövök egy csomó bakira, de tőlem akkor se lehet ezt elvenni, hogy az örök pókember akkor is Tobey marad. Aztán, srácok, ugorjunk gyorsan, mert már nagyon megy az idő, jöjjön a 4. A 4. nem más, mint a 2005-ös Carter edző. Ebben Samuel L. Jackson a főszereplő, valamint Thomas Carter rendezte a filmet. Erről annyit érdemes tudni, hogy egy kosárlabda edzőről szól, aki elmegy afroamerikai diákokhoz a gettóba, a középiskolába a kosárlabdát tanítani. Küzdenek ellene a diákok, aztán megtanulják tőle, hogy hogy kell kosárlabdázni, hogyan álljanak az egész sporthoz és a tanuláshoz,
és nagyon érdekes a film. Elsőre, ha megnézi valaki, akkor rájöhet, hogy igen kis, egyébként kis csavaros története van, és a legjobb az egészben az nem más, mint hogy igaz történet alapján készült. Szóval Carter edző a való életben is létezik. Aztán srácok, a harmadik, nem más, mint Szemtől szemben, vagy Heat az amerikai címe, ezt így is szokták használni Magyarországon, szóval ezért mondtam így. A Szemtől szemben egy 95-ös film, amit Michael Mann rendezett, ez egy korábbi filmjének a remake-je, ami azért sokkal jobban is sikerült, aztán talán az a címe, hogy Miami utcáin, na mindegy, az a lényeg, Robert De Niro és Al Pacino szerepelnek benne, a híres páros a Keresztapából, nagyon imádom a filmet, olyan olyan sztoria van, hogy ezt szerintem mindenki megnézné, tipikusan, ahogy a rendőr és a bűnöző üldözik egy, vagyis hát a rendőr üldözi a bűnözőt, de hogy a bűnöző is hogyan kutakodik a rendőr után, ahogy megtudunk mindent az egyikről és a másikról, ahogy megtud a kettő a másikról mindent, nagyon érdekes a kapcsolatuk, valamint van az a híres jelenet, amikor leülnek egymással kávézni konkrétan. Szóval a film egyszerűen zseniális, nagyon szeretem mind a mai napig, ezért fölfért ide a harmadik helyre. Aztán srácok, a második, az nem lesz más, ismét Christopher Nolan, mint a Sötét Lovak trilógia. Nagyon szeretem mind a három filmet, a sorrend az nálam úgy lenne, hogy a második film nálam az első helyet foglalja el, a harmadik a második helyet, az első pedig a harmadik helyet. Sokan azt mondják róla, hogy túl van értékelve kicsit, valamint Heath Ledger Oscarra is egy picit talán túlértékelt, sokan azt mondják. Én is érzem, de ettől függetlenül nagyon-nagyon-nagyon szeretem, és kicsit sajnos túlzásba is vittem, két évvel ezelőtt kb. Mert annyira ráfügtem, hogy szinte két hetente megnéztem így maratonként egy húzamba a trilógiát hétvégente, és egy kicsit meg is utáltam, mert annyira sokat néztem, már tudom a szövegeket is belőle, meg mindent, hogy mikor mi fog történni, hogy egy picit meg is utáltam az a helyzet. Azóta nyilván javult a helyzet, mert megpróbálom minél kevesebbszer megnézni egy évbe, most általában egy évben olyan kétszer-háromszor szoktam megnézni, egy fix időpont van minden évben, a Christopher Nolan maraton, én azt nyáron szoktam tartani. Akkor meg szoktam nézni az összes filmét, vagyis hát a legtöbbet, azaz a trilógiát, ami ugye három film, ahhoz még hozzájön a Memento, a Tökéletes trükk, a Dunkirk és a... és az Eredet. Ezek így heten, egy húzamba mindig megnézem őket. És igen, lehet tényleg sokan túlértékeltnek tartják, van benne valami, de azt nem lehet letagadni, hogy nagyon jó képregényfilm mind a három. Amiből egyébként fun fact, hogy a DC eredetileg egyébként, vagyis hogy a Warner egyébként 6-ot akart, de Christopher Nolan okos volt és csak 3-at vállalt be. És hát srácok, el is érkeztünk a dobogó első helyére, ami nem lesz más. Hogyha már láttátok az előző tavalyi videót, akkor mondjuk nem lehet meglepetés, most le is spoilereztem, ez nem más, mint az Eredet, azaz az Inception. Ez egy 2010-es film, szintén Christopher Nolan csinálta, lenyűgöző. Én ennyit tudok mondani. Egyébként elég megosztó a film, mert megkérdeztem egy csomó embert, akik látták, és az egyik felük határozottan nagyon szereti, a másik felük meg határozottan elítéli a filmet, mert hogy ilyen álmokkal foglalkozik, ilyen gagyi, álomvilág, meg minden, de szerintem nagyon jó. Christopher Nolanra sokan szokták mondani, hogy minden egyes filmjében szexel az agyaddal. És igazuk van. Nem tud olyan filmet csinálni, ami után ne üljek így 10 percet meredve a képernyőre, és gondolkozzak a filmen. Vagy sok hatása alatt legyek. Mikor az Eredetet először láttam, 17 augusztusában, éjjel 2 óra volt kb. Mikor végeztem vele, és egy 20 percen keresztül mosolyogtam, nevettem, és néztem a képernyőt.
annyira tetszett, nagyon lesokkolt, utána lefeküdtem és reggel 8-kor újra néztem az egészet. Elképesztően tetszik a film, a sztoria nagyon jó, a szereplőgárda, hát arról ne is beszéljünk, elképesztő. A sztorinak a legjobb része a lezárása. Eldöntheti mindenki, hogy melyik oldalra áll, hogy ő szerintük eldőlte az a bizonyos totem a film végén, vagy pedig álva maradt, és egy álomba maradt a főszereplő Leonardo DiCaprio. Szóval egy hatalmas jó film, én nekem egyébként így a Christopher Nolan listából is, ha csinálhatnék egy ilyen listát, akkor is ő állna az első helyen. Szerintem nagyon jó, nagyon tetszik, és hát tényleg egy egyedi sztori, mert ilyen filmet nem látsz minden nap a filmvásznon. Úgyhogy igen, srácok, így utólag egyébként visszagondolva, ez a videó két részletbe fog fölmenni, szóval ez már a második rész, amit itt láttok. Az előző részt meg ezt a részt itt csak így szimplán ketté vágtam, mivel elég hosszú lett, szóval egyszerűbb, hogyha külön-külön föltöltöm a két részét. Szóval srácok, ez lett volna az én top 10 kedvenc filmem, ez lett volna az én 10-es listám a legjobb filmekből szerintem. Ha tetszett nektek, akkor nyomjatok rá egy lájkot. Ha van véleményetek a listáról, ha valami tetszik a listáról, ha valami nem tetszik, vagy bármiféle olyan ötletetek van, amit megosztanátok velem, azt írjátok meg lent kommentben, oda lent föl is tudtok rám iratkozni. Én Ádám voltam, szevasztok!